bemutatót tartott a Füleki Zsákszínház. A 40. című kamarajáték Ionesco Különóra című tragikus komédiája átiratából készült, melyben a fiatal diáklány a doktorátus letételére készül, miközben a matematikai alapműveletekkel sincsen tisztában. A gyámoltalannak tűnő tanár megrészegül saját fölényétől, szóáradatával terrorizálja tanítványát, végül már nem képes uralkodni ösztönein. A terrorról szól, de nem akármilyen terrorról ez a darab, hiszen a terrornak is számtalan változata van. A legkegyetlenebb változatáról, a lelki terrorról. Arról, hogy tulajdonképpen egy tanárember, aki az életben abszolút természetesnek tűnik, hogyan tud átváltozni egy szatírrá, egy olyan valakivé, aki lelkileg terrorizálja, szavakkal terrorizálja, majd tetlegesen is a végén terrorizálja a mit sem sejtő tanítványát. És ehhez itt van még a bejáró nő, aki tulajdonképpen a háttérben a mozgató rúgója, tulajdonképpen a lelki ismerete a tanárnak. Annyira élő a mondandója, a mondani valója a darabnak, hogy érdemes volt hozzányúlni most is, különösen akkor, hogyha az ember megtalálta a kellő tehetségű színészeket hozzá, ugyanis enélkül ez nem ment volna. A tanárt Gulyás László formálta meg, akinek a legnagyobb kihívást a hatalmas szövegmennyiség megtanulása jelentette. Ez a tanár valahol egy kicsit kattant is volt ő tulajdonképpen, vagyis mondhatom azt, hogy igenis, kattant. Agresszívnak nem annyira mondanám, inkább ő már igyekezett azt nem leplezni magába, hogy ő úgyis ki fogja csinálni ezt a diáklánt. Ez alatt a 34 év alatt, amióta csoport tagja vagyok, elmondható az is, hogy egyedül én vagyok a legtöbbet alkalmazott színész itt a csoportban, senki más nincs, és erre büszke vagyok. És egyedül én rólam mondható el, hogy a legtöbbet gyilkoltam a karrierem alatt. A naív diáklány szerepét Nagy Andrea kapta. Azért volt érdekes ez a szerep, mert az utóbbi időben mindig egy ilyen idősebb szereplőt kellett megformálnom, viszont ez most egy nagyon fiatal karakter, teljesen más energia, teljesen más játékot igényel, és tekintve, hogy ez abszurd, ez még nehezebbé tette az egész játékot. Egy évet jár be, szóval egy nagyon vidám lány, egy jókedélyű, egy fruska, amikor még megérkezik, és folyamatosan a darab folyamán pedig elkezd összetörpülni, elkezd teljesen kifordulni önmagából. Rosenfeld Ilona a bejárónőt alakította. Ő több év kihagyás után tért vissza a színpadra. Egy igen erős karaktert, egy igazán rossz indulatú házvezetőnő a figurám, ami eléggé nagy kihívás volt, nagyon távol áll az én természetemtől, az én karakteremtől, tehát megpróbáltuk a legjobbat kihozni belőle. 20 évig játszottam, igen, de mondjuk ilyen jellegű karaktert még nem játszottam. Különböző naivákat zenés darabokban, vagy kis hercegnő és egyéb, szóval mindenféle más karakter, csak ilyet nem. Tehát ezért most ez igen nagy kihívás nekem. A Zsákszínház mindig is azért volt, arról volt híres, hogy tükröt tartott a közönségnek, a nézőnek, tekintsünk bele, nézzétek, ez van. Hát most is tükröt óhajtunk tartani, hiszen a terror a mindennapjainkban is egyre nyilvánvalóbb. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy valahol álljunk meg, mert ez a jövőben a vesztünket fogja okozni. A 40. című abszurd kamaradarabot legközelebb november 7-én Füleken, majd az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválon láthatja a közönség.